Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó Health neked szól. Ugyanis a booktuberekkel úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy közös búcsúztatást neked, mint hogy visszavonulsz a booktuberkedéstől, ezért összetettünk egy bookteget Health számára, úgyhogy a mai videóban ezt a bookteget fogom kitölteni, aminek a pontjait Health személyisége alapján tettük össze. Úgyhogy nézzük is. Az első pont az az lenne, hogy Health miatt olvastam. Ilyet konkrétan nem tudok, már nagyon sok könyv volt olyan, hogy párhuzamosan olvastuk Health-szel, amikor így úgy volt. Az egyik, amit tudnék talán mondani, az a Shadow and Bone, bár azt a sorozat miatt egyébként is terveztem, de aztán volt Health-nél ebből közös live is. Viszont a Vigyázz, Holly Chase, azt hiszem az magyarul a címe, a The Afterlife of Holly Chase, az egy karácsonyi kötet, ami egy karácsonyi ének. Retelling gyakorlatilag, és én ezt a könyvet föltettem scripten, aztán meg várólistán is volt, viszont én ezt a könyvet láttam Healthnél, hogy Health olvasta, és ő szerette is, úgyhogy ez egy olyan könyv, amit majd valamikor mindenképp szeretnék beiktatni, és végül is azért vagyok még jobban meggyőződve arról, hogy ezt el szeretném olvasni, mert láttam Healthnél, és Health azt mondta, hogy ez egy jó könyv, úgyhogy majd ez a könyv a jövőben olyan lesz, amit Health ajánlására olvastam. A következő pont, minthogy Healthnek cicái vannak, és nagyon szereti a cicákat, ezért aranyos cicák a könyvben, borítón, könyvben, akárhogy. Én a borítósra mentem, úgyhogy két könyvet hoztam, az egyik Pavla Horákovától a valószínűség elmélete, amin van egy cicánk, a másik pedig Catherine Nikolajtól az Álmodj szépeket, amin pedig ez a szuper cuki alvós cica van itt, majdnem az egész borítón. És ez még egészen hasonlít Health cicáira is. A harmadik pontunk az, hogy igazi energia bomba, lelkes, vidám, energetikus könyv. Én erre a Cserkeszterek képregényeket mondanám, ugyanis ugye ez egy lánycserkésztábor, ahol egy baráti társaság, vagy hát egy kabint követünk, akik nyilvánvalóan baráti társaságek kovácsolódnak, és ez a képregény sorozat hihetetlenül energetikus, vannak kifejezetten energetikus karakterek, és egy nagyon komfort olvasmány is, nagyon kedves, és nagyon-nagyon szeretem a Cserkesztereket, úgyhogy nagyon örülök, hogy erre így föl lett hívva nekem is a figyelmem a rezidens képregényes embereink által, úgyhogy igen, Cserkeszterek egyértelműen. Talán ez a könyv olyan hirtelen ugrott az eszembe ennél a pontnál, hogy nem, ezen tényleg nem kellett gondolkodni, hihetetlen energetikus, pörgős, izgalmas képregény ez. A negyedik az, hogy egy léleksimogató olvasmány, ahova én a legendás lattékat szeretem... ez kicsit ilyen hanglises, akcentusos volt. Szóval a legendás lattékat szeretném mondani, amit most nem tudok mutatni, bár nekem megvan maga a kötet, de éppen apánál van, apa meg nincs itthon, úgyhogy ide bevágom. És ez az egyik legfrissebb olvasmányom, és nagyon szerettem, és nagyon léleksimogató, kávét főznek benne, és nagyon finom fahéjas csigákat és egyéb süteményeket, szóval nagyon kis kózi, imádtam, úgyhogy nem is tudtam volna ide mást mondani, annyira elsöprő élmény volt a legendás látték, úgyhogy legendás látték. Az ötödik, ami az, hogy sosem jössz rá ki egy gyilkos, vagyis egy krimi, ugyanis Health nagyon szereti a krimit, és ide egy olyan könyvet fogok mondani, amit közösen olvastunk igazából, ez pedig a Jó kislányok kézikönyv gyilkossághoz Holly Jacksontól. Ezt mindketten nagyon szerettük is, és ez talán az egyik legjobb krimi könyv, amit én így olvastam is. Csodálatos volt, úgyhogy erről nem is beszélnék többet. Beszéltem erről sokat, meg még fogok is. És az utolsó pont pedig ezen a booktagen az, hogy egy szívből jövő ajánlásom Healthnek. Itt eléggé gondolkodtam, hogy vajon mi lehet az, amit Health még nem olvasott, de én olvastam, és szerintem tetszene Healthnek, mert egyébként egy csomó ami ötletem volt az olyan, hogy már olvasta Health is, tehát így kicsit nehezebb volt. Egyiknek talán, hogyha egy kicsit romantikusabb vonalra vágynál, én a Tweet Cute-ot nagyon tudom ajánlani, mert ez egy nagyon kis bájos történet, és én nagyon szerettem. Másiknak a Holly Chase kapcsán jutott eszembe, hogy a karácsonyi történetet keresnél majd esetleg nem jövőre, hanem idén, ugye már a következő karácsonyra,
akkor én nagyon-nagyon szerettem Jenny Baylisnek a The 12 Dates of Christmas című könyvét, és szerintem az egy nagyon jó ilyen kis karácsony kikapcsolódós olvasmány volt, úgyhogy azt is nagyon tudom ajánlani. És a szemfülesek észrevehetik, hogyha összeolvassátok az első kezdő betűit a kérdéseknek, akkor egy meglepetés jön ki. Igen, úgyhogy ez lenne a Hales búcsúztató buktagje a booktubereknek. Nagyon fogsz hiányozni, Hales, de azért remélhetőleg néha-néha majd látunk könyvhéten, könyvfeszten, Discordon, úgyhogy jó pihenést így a booktube nyugdíjban, ez olyan hülyén hangzik, na mindegy, meg sok boldogságot. Úgyhogy ezzel a buktaggel szeretnénk tőled búcsúzni, Hales. Hiányozni fogsz. Akkor ez volt az én Hales búcsúztató kitöltés, buktag kitöltésem, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogy tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, és viszlát, Hales!